Volt már olyan érzésed, hogy nem illesz bele a világba? Mintha az egész teljesen értelmetlenül működne? Engem egész gyerekkorom óta foglalkoztatott, hogyha a körülöttem lévő emberek arról beszélnek, hogy szeretnének boldogok lenni, anyagi biztonságban élni, szeretteikkel tölteni minél több időt, és olyan dolgokkal foglalkozni, amiránt igazán lelkesedni tudnak akkor a legtöbb ember miért nem így él? Ennyire bonyolult volna? Tehát, hogyha jól értem, akkor ez a több ezer éves fejlődés, amire olyan büszkék vagyunk, nem sikerült megoldania, hogy az életünk ne úgy tűnjön, mint egy mókuskerék. Pedig a filmekben nem ezt láttam. Ott a főhősök olyan lélegzetelállító kalandokban vettek részt, amiből egy is elég lehet egy életre. Én meg emlékszem, utaztam a metrón, és ahogy néztem az arcokat, az volt a gondolatom, hogy ennyi az élet. Nézzünk magunk elé 70 évig, aztán meghalunk. Mit felejtettél el? Kérdeztem a motek tanárom, ahogy álltam a tábla mellett, és közben azért a fejemben a megoldás helyett, hogy olyan miért ezzel már megint? valószínűleg tudja, hogy nem tudom a választ, hiszen nem szoktam készülni az óráira, mert nem érdekelnek. És azt se igazán értettem, hogy miért kell itt lennem akaratom ellenére. Az ilyen tanúrának álcázott nyilvános megaláztatásra hasonlító élmények után az volt az érzésem, hogy mintha az iskola nevű dolog nem arra lenne hivatott, hogy a bennem rejlő egyedi tehetséget hozza ki és csillogtassa meg, sokkal inkább úgy tűnt, hogy számra teljesen irrelevánsnak tűnő információkkal próbálják teletömni a fejem, amikről nem is igazán értettem, hogy hogy fogják ezek megoldani az életem problémáit. Ezért szerettem sokkal jobban a filmek világát. Ott a főhős olyan kihívások elé néz, amik segítenek abban, hogy megtalálják is társait, legyőzze a kihívásokat, és a végén akár megmentse a világot. Mindennyien ismerjük a legkisebb fiúnak a történetét, aki elindul szerencsét próbálni, az édesanyja pedig hamubasült pogácsát készít a tarisznyájába, és sok szerencsét kíván az útra. El is indul a legkisebb fiú a rengeteg erdőn keresztül, találkozik az öreganyóval, megtanulja, hogy jó tetejébe jót várjon, aztán elér a toronyhoz, és levágja a sárkány 12 fejét, és elnyeri a királylány kezét és a fele királyságot szép, szép. De mi van ma a valóságban, hogyha el akarunk indulni, szerencsét próbálni, a hős útjára lépni, mint a legkisebb fiú, akkor a környezetünk, a családunk támogatna ebben, és ha unbasült pogácsát készítenének a tarisznyánkba, és azt mondanák, hogy hiszek benned kicsim, meg tudod csinálni, vagy inkább azt mondanák, hogy jaj, nem menj sehova, hát az olyan veszélyes, annyi mindent halani a híradóban. Inkább maradj itthon, legyen egy biztos állásod, lehetőleg egy multicégnél, ott be vagy jelentve, meg jók a juttatások. Gondolom mindannyiótoknak van kedvenc filmhőse, vagy rajzfilm karaktere. Az enyém Neo volt a Matrixból. Mert teljesen át tudtam élni, és tudtam azonosulni azzal a kétségbeeséssel, amivel éjszakákon át kutatja az élet nagy kérdéseire a válaszokat az interneten. És hát ugye, aki keres, azt talál, de ne nem csak választ talált, hanem ezzel együtt kiderült az is, hogy egyébként ő a kiválasztott, és hát meg kéne menteni a világot a pusztulástól. Mit lehet erre mondani? Azok után, hogy az ember 20-30 évig azt hallja mindenhonnan, hogy nem vagy különleges. Persze neki sem ment elsőre, hogy elhiggye ezt, ahogy nekünk sem feltétlenül lenne könnyű elhinni magunkról, hogy különlegesek és kiválasztottak vagyunk. De a helyzet úgy kívánt, hogy szembe kellett nézni a kihívásokkal, bele kellett állnia, és hogy hazadt ezeken a kalandokon keresztül, elkezdett hinni magában, és akkor aktiválódott benne ez a kiválasztottság program, ami egyébként mindannyiunkban ott szunnyad arra vár, hogy mikor kezdünk el a saját utunkon járni és hinni magunkban. És amikor ez leesett nekem, akkor arra gondoltam, hogy hát nekem is ki kéne magam próbálnom, különben honnan lesz tapasztalatom arról, hogy mire vagyok képes. Úgyhogy összepakoltam egy hátizsákba, amit a hátamra csaptam, volt nálam kb. 30 ezer forintnyi költőpénz, és elindultam stoppolni Budapestről. Telefont sem vittem magammal, hamúbasült pogácsa helyett pedig kb. 60 darab műziszeret volt a táskámban. Az volt az elképzelésem, hogyha ilyen feltételek mellett el tudok jutni Európa legnyugati pontjára, akkor onnantól kezdve nincs számomra lehetetlen. Nem fogjátok elhinni, de a legszürreálisabb dolgok segítettek az utamon előre haladni. A horvát határnál, amikor stoppoltam, felvett egy srác az autójával, és hogy haladtunk, elkezdtünk beszélgetni. Kérdezte, hogy és amúgy hova mész pontosan? Mondtam, hogy Portugália lenne a végcél. Azt és ez mennyi ideig tartod eljutni? Hát mondom, nem tudom, még nem voltam soha, meg nem is csináltam még ilyet, úgyhogy ezt így passzolom. Mm -hmm. És mennyibe kerül egy ilyen kiruccanás? Hát nem ezt tudom biztosan, de kb. 100 euró van nálam, gondolom ennél nem fog többet költeni. Ezen a ponton kb. két percig röhögött a volánnál, mert azt mondta, hogy te őrült vagy, én meg azt mondtam, hogy köszönöm, hogyha az őrült az az unalmas és a középszerű szavaknak az ellentéte, akkor ezt póknak veszem. Aztán a srác nem sokkal később megállt egy szupermarketnél, bement, és engem is hívott, hogy tartsak vele. Kezembe adott egy kosarat, tett bele kenyeret, vizet, és engem is buzdított, hogy tegyek bele, amit szeretnék. Aztán a pénztánál kifizette az egészet, és azt mondta nekem, hogy ez az én hozzájárulásom az utathoz. Teljesen megdöbbentem. Én addig azt hallottam a világról, hogy ez egy barátságtalan és veszélyes hely, közben a tapasztalatom meg nem ezt mutatta. És akkor értettem meg, hogy az emberek szívesen támogatnak a saját utamon, hogyha tudnak hozzám kapcsolódni. De ehhez meg kell nyílnom, és meg kell velük a történetemet. Persze, mint minden jó filmben itt is jött egy csavar, és végül nem Portugáliába jutottam el, hanem Franciaországba, ahol ráadásul maradtam három hónapot, mert önkénteskedtem egy középkori felújítási projekten. Az egész ötlet és a hely egy középkorú angol üzletemberé volt, akinek elég korán a saját kezébe kellett venni a sorsát, ugyanis egy nyomor született, és azt mondta, hogy hát én azért kezdtem seftelni, kereskedni mindenfélevel, évvel már gyerekkoromban, mert különben éhen haltunk volna. Viszont mivel korán kezdte, korán sikeres lett, és már csak a szenvedélyének éltekkor, lényegében egy várat világot világutazókkal. Mennyire menő már. Azon gondolkodtam, hogy kár, hogy nem mondták az iskolában, hogy ilyenfajta életmód is van. Gyakran meglátogatott minket egy a tulajdonos munka közben, és mesélt az élete történetéről, ami nagyon-nagyon inspiráló volt. Ezért én is megnyíltam számára, és elmondtam neki, hogy én mit szeretnék igazából. Mondtam neki, hogy, tudod, én szeretném emlékeztetni az embereket arra, hogy mit felejtettek el. De nem úgy, mint engem a matek tanárom, hanem úgy igazából, hogy ki vagy te? Milyen világban szeretnél élni? Milyen tapasztalatokat szeretnél átélni? Ő meg így állt velem szembe higgadtan, és azt mondta, hogy. Nos, Gábor, célod és csak egy dolog áll. Te. És ott eléggé kikerekedett a szemem, mert ez egy ilyen igazi aha élmény volt számomra, hiszen tudtam én jó, hogy mit akarok, hát meg is tudtam fogalmazni, az imént mondtam el, csak valamiért nem csináltam. Vártam valamire, csodára, vagy hogy majd jön valaki, aki felhatalmaz, hogy most már lehetek az életem filmjének a főszereplője. Pedig ilyen ember nem fog jönni, ugyanis ez csak én lehetek. Szóval mit felejtettem el? Azt felejtettem el, hogy egy olyan világban szeretnék élni, ahol őszintén megnyilvánulhatunk. Ahol nem kell szanaszét hajtanunk magunkat csupán a megélhetésért, hanem a saját egyedi módunkon tudunk értéket teremteni, és ezt tudjuk megosztani a többi emberrel, akik ezen keresztül kapcsolódhatnak hozzánk. Egy olyan világban szeretnék élni, ahol az újító gondolataimat nem lehúrogják, hanem nyitottsággal kezelik, és buzdítanak, hogy próbáld ki magad. Mit veszíthetünk? De várjunk egy percet, gondoltam, hogyha ennyire pontosan tudom, hogy mit akarok, és milyen elképzelésem van a világról, amiben élni szeretnék, akkor nem lehetséges, hogy ez az én feladatom lenne, hogy ezt létrehozzam? Elég logikusnak tűnt, úgyhogy belevágtam. Azzal a problémával kezdtem, amiről úgy éreztem, hogy a legnagyobb visszatartó ereje a változásnak. Nincsenek bizalmi alapú közösségek. Olyan közösségek, ahol nem néznek tök hülyének, hogyha az átlagnál kicsit nagyobb álmaim vannak, és ahol nem motiválnak le egy hivatásról csak azért, mert azzal nem lehet egy halom pénzt keresni. Mivel nem tudtam, hogy ez hogy is működik, a megérzéseimre és a Józan Paraszti eszemre hallgattam, létrehoztam egy Facebook csoportot, és elneveztem úgy, hogy Tudatos Fiatalok Közössége. Gondoltam, hogy a három szóban nagyjából minden benne van, amit szeretnék így üzenni, vagy amihez lehet kapcsolódni. Meghívtam bele az olyan barátaimat, ismerőseimet, akikről tudtam, hogy hozzám hasonló álmodozók, és gyakran panaszkodnak arról, hogy nem igazán van kivel megosztani a gondolataikat, a környezetük időnként ufónak nézi őket, és rajtam kívül nem igazán tudnak olyan mélyebb, filozófikusabb témákat folytatni senkivel. Csináltam egy eseményt, meghívtam őket, és az volt az izgalmas az egészben, hogy kiderült számomra is, hogy ha egy csomó ember leültetsz egy asztal köré, akkor hirtelen mindenkinek lesz egy csomó új, hasonló gondolkodású ismerőse. Tehát ez a probléma megoldódott. Viszont olyan népszerű volt ez a gesztus, hogy elők is elkezdték hívni az ő barátaikat, ismerőseiket, aztán csináltunk még több eseményt, aztán több fajta eseményt, és eltelt négy év. Több ezer ember találkozott egymással, én is tudtam velük, és mostanra közel tízezeren követik ezt a mozgalomszerű közösséget az interneten. Nekem mégis az volt a legkedvesebb élmény minden egyes ilyen alkalommal, hogy lehetőségem volt megkérdezni az ott jelenlévőket, hogy mit felejtettél el? És elmondták. Kimondták a saját szájukkal, hogy milyen emberré szeretnének válni, hogy milyen világban szeretnének élni, és milyen élményeket szeretnének átélni. Én pedig elmondhattam nekik az útról hozott varázsmondatot. Nos, célod és csak egy valami áll. Te